Hogy veszi észre az a kurva város, hát nem hiszem. Hát beszorog a város itt, hogy mindenki veszi észre az, hogy... De hogy ez buzi? Nem lehet megcsinálni nélkül, a dobós nélkül szerintem ez kurva lehet. Ezt inkább összefejlődni. Nem lehet. Mert bazd meg semmi módon nem lehet ezeket elpusztani, mert... Isten, ez lehet. Ne fordulgassam, hogy nem lehet kicsit. De menekülje Istenembe ezért, amikor én menjek, akkor bazd meg egy működ ezt a voltatot. Beszélök, hát ezekben a játékban szinte ezen a területen mindenki el nem van Isten. Hát, hogy gyere te is Isten. Akkor az mi van akkor? Ami még felejét értsítem ennek a nyomorék hajónak amúgy. Meg a közelebb megyek azzal esélyeket is kapni, akkor ugyanis szétlenek, akkor ezt a hajót hogy lehet elpusztítani, more? De, na, ez is észre szóval. Hát benne megyek direkt ebbe a kurva pirosba is, hát beszarok. Kérek, még nem mondom. Hogy? De az meg 8000 jönnek rám, gecinek. Állj már, mert kis takony neve faszul. De bazd meg itt küszködik a seggén, ez a nyomorékfei. Ezt a sárgát nem akarom felhúzni. Mondjuk a hajót izét kihosszuk, akkor lehet, hogy le tudunk fejlődni, baszki, tényleg most eszembe. Ez is most jön, olyan kibeszarok. Minden igaz, ilyenkor tudunk fejlődni. És adták magukat. Ez nagyon könnyű volt. Minden igaz, inkább fentem megy a szintje a hajónak. Itt van mögöttük is. De. Kapunk ilyen lövöldözős izét is, hogy ezt nem. Ott ez a sárga hajó mögöttünk. Isten, ez a ruhadöltek itt kínlódik. Csak nem tudok még ilyen is elő. Na, mindig több az, hogy odaérek. Ki az anyám lövöldözget, mert még takarodj már az útból, hát nem hiszem. Nem mondom ennek, hogy ennek úgy mindig, hogy mi a faszomat veszel, ugyanúgy szétcsesztik a hajódat.
Szenvedni feleségesünknek. Na, baszita, hogy jó perc. Volt még egy kicsit. Ezt úgy nem lehet szép használni amúgy. Mikor ez mégis a kicsin jár nekik, úgy is szép az a rohadt, mondom. Nem most meg az egy szép, de olyan isten. Jó, bassza az itt, ha jó, azt mondom, fejezzük be. Bidon ki, mert csinálni ezt a leszket, veszek ilyen cuccokat hozzá, ez lehetette. Itt üljek 8 órán keresztül, mert csinálni ezt, ilyen egy kibaszott műveket. De ha mi értem van egy, hogy már felélet egy leveszi a hajó, mert nem volt a hajó. Érdekes, az életben kurva erős, de ennek még erősebb. Hagyj menjek már még egy Isten, még el sem lehet menni erre a kurva területre. Amikor hogy menjek el, amikor még ez a szar is kinéz. Tehát ez a gecébe nem régi. Ez folyamatosan követ Istenem, az még ezt tudom, hogy a gecitek ilyen kurva messzívű lehet, hogy talán hagyjuk már. Ez a direkt ott küszködik amúgy annál a körne, hogy persze ne is lehessen amúgy. Fente ment az élet a hajómnak, most nézem. A csajok idézte a rohadékot kicsit messzebbre. Na most talán jó lesz. Ha nem mennék ki arra kurva körből, de miért is van. Na most kicsit ide. De menjél már vissza, gyere már itt a tekülyek. De megint itt, direkt vissza mi oda, hogy teszi ezeket a szarokat. Kicsit még több életem van, de amúgy ez nem attól függ. Talán sikerül. Nem basznák szép Isten, ha jó volt. Na? Ez az sikerült, el se hiszem. Na, nagy nehezen. Káromkodásból, meg izéből, rinyálásból sikerült. Úgy egyszer csak el kell csalni arról a rohadt területről, mondjuk az jó járt, akinek ugye beállítani. Én bár rosszul jártam, mert nekem az a terület nem volt feldarítva, ezért rosszul jártunk. Na most már csak először
el kéne foglalni, de hát az reméljük, hogy nem lesz nehéz. Gyerünk már. Na, de mi van? Ez hülye értedek. De menj már! Na halljál már itt a nyomorék, egy buzi bazd meg. Megdögölsz még már ma, Istenem? Mondj ez a játék. A budos anyátokat persze, hárman kurva könnyű rám támadni, hogy hárman is rám futnak. Én kurva könnyű játszom, Istenem, hogy 8000-re rám futnak. Ezt tényleg a játékban, hogy hárman is rám szaladnak, nagyon buzi sajnú. Ezt utalmam úgy, hogy nem értem, hogy... Jó, most könnyebb lesz, most már szerintem sütődni fog. Szóval nem másztam az öret, ahogy a kisztűnt. Jó, már csak a kettő kell. Oké, készen vagyunk. Anyátokat, küllóltam veletek, különbözőkokat. Jó, meghallhatnál mi. De mindet ki kell iktatni. Ja. Saját meg ebbe fullasztott egy lobbit is. Úristen, menj, mi van itten? Alig lehet látni, hogy úgy kardok csiszolódnak, hogy... Asztalomat! Szépen be vannak kerítve, nem látnak semmit. Ez az a igazi harc. Ez a legnagyobb harc eddig. Ez tényleg egy erős hajó, mondjuk az 29-es szintű. Én csak a hajójukat kellett elfoglalni, úgy látszik, hogy most 10 év van. Mivel még kitből kiütöttem. Mennyi van még? Még itt van egy. Volt. Hol? Ja, oda fönt is van valaki. Aztán annyi kínlom, ugye már de szerencséd van, nem mondok semmit, nem olvasom, hogy kínlódik az édesanyjánál. Mennyien vannak ezek te Jézus Isten?
Meg egy van ott fent. Itt fel tudunk legalább menni, ha jól látom, ez a rejt, nem? Akkor nem szóltunk le. Még ez meg néha rökké. Vagy ne kéne, hogy jelen Istenem, haladjál már fölfel azt a pénzt Istenem. Ezzel úgy néz, hogy itt ugrál. De most minek ugrik le Istenem, ez hülye. Ha nincs itt semmi, akkor azért jobb. Az meg, hogy leugrasz a vízből, főzben már unom ezt a bevészi fölni. Húsz észre ugrálni, hogy hülye Istenem. Mert itt fel legalább lehet menni. Mert a fentebb kellett volna menni, majd a alatt, hogy alatt is van. De most az is ilyen menő, hogy ott a felmászott. Mász már föl erre a szarra is. Hoppa, a kicsába van. Ja, a zászlóikat kell leszedni. Ja. Ja, én megvesztem, hogy az itt még van fönt valaki. Sikerült nagy nehezen. Be is fejezzük. Nyírt ki őket. Isten a küldés. Ilyen kiúzás most van. És ha a következő részre hajomat felfeleztem úgy, hogy... Ez jó esett. Mit ugat neki, adj ugye? Semmi tudom, de már nem tudom a pörtöt. Mi a fog? Na, elkapták a legénységüket is. Na, átfertek. Nagyon jó. Десяту в Кингстоне, а с вами, пьянчуги, лучше не рисковать. Ты пожалеешь об этом дне. Да мне не привыкать. Связать? Тихо, я не знаю, что мы... Я как кей на виндеке. Что если бы левин шейлин кэтиш, как я не вижу? Как уж пива. Я там висса коптю. Да, ла, выиграю. Я тебя брюхо вспорю! А потом я вытащу твои кишки и надену на лёгкие вместо чёртовых струн! Хватит тебе скулить, Вейн! Толку никакого! Ну-ну! Бесстрашный Эдвард Кенвей! Молю, капитан! Может, олегни шинга твоя виттек? Минка так и тхать так. Ага. Да, кочи, какая виттек, а хай оба, мы миндэн. Закрой пасть, Вейн! Ну, а знаю, я его. Most kolyan akkor itt hagytam minket, vagy itt hagytak ezzel a hülyével a hajónkkal. A hajónkat meg elvitték meg a néger csávót is. Jajajaj. Ez a gyerek isten, de ezt már néki kellett volna nyírni, ezt a nyomorikat nem is értem, hogy hagytuk jönni. Meg amúgy egyébként is ő is ott volt annál a legelső kötésnél, amikor ami papírt kellett, amit kellett ellopni, akkor is ő is ott volt meg. Na, hogy szigetem, hogy mi ez? Ja. Valami más kis sziget. Mi történik? Ja, most azért legénységnék nagyon izgalmas. Ó, de szuki rák. Ja, az étel. Не двигайся! Этих устриц я заберу себе. Ты безумец! На острове полно еды, стоит только глаза разуть! А я разум обух. И вот что нашел. Прочь! Пошел прочь! Слышишь? Не смей меня искать! Точно, безумец. Out of you. Я реализую, хоть хай пельсом, я кулят, мне гэс мэкчинал, москейс. Йо. Akkor ezt megcsinálom. Oksa! Na most akkor mi van? Ó, de nincsen egy kis cuccaink. Mindent elloptak tőlünk ezek a nyomorékok. Nagyon jó. És meg kell találnunk ezt a beisztizé csávót.
beszél, lehet hallani, hogy beszél a csávó. Lehet, hogy miért van az egész. Lehet tudott róla, vagy nem tud. Itt mi a hangja van. Anyádat! Itt egy puma, baszki. Nem is láttam. Skinnyit vegyük ki, mert lehet ennek jó skinje van. Most ezt kivágjuk, most nem kíváncsi erre senki se. Még én lennek nem rossz, de... Oké. Idővénk a... Na! Ott van fent a hülye. Что за вианди мастера Юра? Не хочешь поговорить, Вей? Ведешь себя как безумный! Что такое рекопли? А рекопло, на реки. Чему это ссора, болван? Давай решим все по-людски! А за сикра балам я сделаю, я говорю, что там. Тогда перестань воровать мою еду и воду сам ищи! Заплатишь кровью, тогда успокоюсь. Из-за тебя мы стали искать рыботорговца. Из-за тебя же Крэг работал мой корабль. Ага. И ezt már egyszer, hogy sajnál csináltuk ezt ott valamit. Ez nem tudom mi, ez valamilyen... Ha meg kell találni ennek a műzőjének a kombinációját. Oké, megvan. Ó, itt van valami a földbe. Nézzük mi ez, ami nyom. Meg a mászás tudása. Mara, mit csinálsz? Jaj, de olyan fontos oda felugrani amúgy, mert nem lehetne amúgy csak simán. Mara, miért a faké ugrottam már? De most oda hogy jutok fel, akkor másképp nem. Ugrálasz-e már Isten összeszik, hogy jól köszönöm. A gyerek az nem értelem a főtökös. Összesze ugrálni azok, hogy egy hülye gyerek van. Mikor van egy irányítom, lehet azért... Aztán érdeket a hülye ugrálni az őségeket. Mint ezt csak mindig azt csinálni, de ha mindig... Én nem mindig ezt csinálni. A majom. Ja, itt kellett volna menni a repedésen, de hülyök, hanem van ott egyenesen mentem. Hülye, hol vagy? Na. Hát ezt nem hiszem, ezt a csalót. Főleg, aztán meg lemegy, beszélek. Fuck. Ugye most csak szakadsz, ez a hülye gyerek meghal, ha leúrik, beszélek. Én átnyomni kellett volna ezt a ugrás izét.
Ja innen kellett volna, hogy lehívjuk. Nem nézem most a térképet. Kinyúlik itt az ember, most inkább csak haladok, hagyjuk meg ezeket a nézegetés. Rájjak később is. Most haladjunk. Meg kell találnunk ezt a végét, ezt a nyomorékot. Angolul is végnek írják itt meg. Vage. Lőttek. Már? De támad meg. Mi a fasz? De most minek ugrott ez a hülye gyerek mellé? Ez jó kérdés. Már számára fel kérni, ne kínlódj meg. Ez hisz a ugrándzó. Ez az úr Isten. Na? Anyára, ez hülye, meg akar élni. Még itt ad neki a fejek, hogy meg akar elni szülye. Szétszem a fejed. Ez dolgos. Itt a szülye. Várjátok oda, szerintem oda lehet volna jutni. Ja igen, mert néha, aha, ilyenkor cél az. Ilyenkor lő majd. Meg bombákat is, ez hülye. Jó, oda fog menni. Hülye köcsök, hol vagy? Itt egy bombás orra vihez! Ó, hülye átvert minket, ide tett egy ilyen vizen bombás orrót. Isten, hogy neki a följebe van, hogy Isten, ez a hülyegyerek. Köcsög ez az ember, hogy neki a följebe van. De többnek van az egész. Szerintem nem is tudja nevezni. Ennek az érdemes levenni a bundáját, mert ez megéri. De most már tett ilyen csapdákat is lező. Jaj, persze. Nem lörök én be neked véd, Chavez. Ott is van egy bomba, nem vagyok ám én vak. Edward nem vak, csak hülye. Itt egy láva levénk, ebben nincsen bomba. De köcsög is még itt ilyen bombákat is tesz le egy. Ez hülye ez a gyerek. Hol megküldtél már Rage? Sirályok is. Úgy tudj rohadni egy templom. Jó Isten, ma villámlik is az ég. Jaj, erős egy. Útanak a bombák meg az ágyunk, cuccok. Olyan félek. De nem olyan félkett a nyomoréktól. Csak el kellene bujkálni ezt a kész. Felmászni, beszélek. Egyébként innen fel tud mászni. Ja, túloldalt, ja? Ja, lehet felmegyek a legtetejére, hogy aztán rá tudjuk ugrani a fejére. Ezt úgy ki tudjuk nyírni szerintem. Na nézzünk szép most egyszer. Nem már, ez hülye.
Most ez komolyan csak szivat, ugye? Ugye, de most csak szivat. Hát ez szivat. Most ezzel fogok menni, majdnem fél percet elkéne, mert ez a gyerek más felülőt. Istenem, baszki, véletlen mellé ugrottam, bocs, ez véletlen növénybe ugrottam. Jó, majd állítok még ennyire hűnyelkül is. Hát mindjárt úgy ér! Forradás. Megint mellé ugrottam, beszarok. Megint, de miért tudom, ez a hülye gyerek mellé baszolt? Hát beszarok. Na! De stop ti dir, kerjet vadu, wey! Nem kilövök a tetejőről. Majdnem megült. Да дело, дело, и то не смог. Черт подери. И это моя награда за веру в людей. Думал, остолоп, что такую корабельную крысу можно урезонить. Может, Хорни Голд и прав. Не кесала, дюма. Миру нужны чистолюбивые люди. Чтобы такие, как ты, все не испортили. Или тебе просто не хватает духу жить без сожалений. Окажешься в аду, не жди меня. Я задержусь. Чит ходю без сорок, на мой мегалоний гид ходю. А за кинек воюю. Ja, az a mi hajónk lesz, hogy vagy lehet jöttek érte, vagy nem tudom, ezt lehet most én jövök. Majd kiderül. Hát a ráugrás után tudtam megcsinálni valami, nem... Lehet szarul ugrottam, nem tudom. Lehet. Most akkor nem lesz viszonyú megint a virtuális világban, biztos nem különjük most. Na, haladjunk már. Töltögetek itt. A dolgainat. Na, visszajöttünk ebbe a kis, ebbe a faluba. Одиночку смог увести шхуну? Ловкий ход, капитан. Как и отнять мой брик у того идиота? Братья, я вас ждал сюда. Этот проныра и два месяца не продержал твой корабль, как приполз в Насау за королевским помилованием. Ну так пришлось. Этот Роджерс повис на мне, как пес. Помолчи, Рэкхэм. Что теперь? Ну, как прежде в погоне за богатством? Да, и я близко. Говорят, мудрец отплывает из Кингстона на корабле принцесса. Твой бы талант да во благо, Хенуэй. Ищи мудреца с нами. Не по душе мне эта ваша мистика, Мэри. Хочу лучшей жизни. Легкой. Честно, мне дано легкой жизни, Эдвард. Поверь мне, от нее одни лишь только беды. Так, Рэктон. Пора ну, я так мало один, что мы пофазали, я спрошу. Но место пофазали, только Рэктон. Mindegy, hogy tetszett volna a like-ot, és akkor várjuk a következő Assassin videómban. Sziasztok!